Köszöntöm a kedves nézőket akkor a Paprikás Krumpli című videónak a második részében, ahol már eljutottam odáig fél órás főzés után, hogy a krumpli megfőtt, és nincs más dolgom hátra, mint hogy a tojásokat beleüssem, és a tojásokat megfőzzem. Egy tojás. És még egy tojás, így. És letakarom. És mikor a tojás megfőtt, akkor a teljes étel kész van. Erre az eshetőségre picit lejjebb veszem a lángot, hogy véletlenül se égjen oda. Mutatom közelről, hogy milyen állagot vett föl a paprikás krumpli. Letakarom ismét. A tojást azt egészbe kell hagyni, tehát nem keverem össze a... olyan, mintha mondjuk egy tükörtojást lenne, csak épp nem sütve, hanem főzve. Úgy fog majd kinézni. Picit ismét letakarom.
Igen, akkor tulajdonképpen megfőtt. Úgy néz ki. Akkor közben megköszönöm, hogy megnézte a videót, és akkor kiszedem a paprikás krumplit. És mindenkinek jó egészséget kívánok, jó étvágyat, és vigyázzanak magukra. Az étel, amit bemutattam, az garantáltan finom. Mindig így csinálom. Nagyon jól élik hozzá puha kenyér, vagy esetleg valamilyen tészta még, ha valaki kívánja, vagy szereti. És végezetül a tojás.